Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Minek jön az ember vissza egy olyan országba, ahol pont azért lenne teendője, gondolja, mert hogy annyira rossz felé haladnak a dolgok. És minek lép vissza az ember abba a politikai életbe, onnan egyszer már kiszabadult, mondhatni megszabadult. Nem volt elég? Első vendégemnek ezek a kérdések lesznek talán a legelsők, amiket felteszek mindjárt. Szelinyi Zsuzsa, politikus, pszichológus, fejlesztési tanácsadó, a Fidesz és az Együtt 2014 alapító tagja, 1990 és 94 között a Fidesz országgyűlési képviselője, 1994-től miniszteri biztos, majd 14 évig az Európa Tanács munkatársa. 2010-től Tunéziában, Marokkóban kormányzati tanácsadó. Az Együtt 2014 elnökségi tagja, szakterülete az oktatás, a nőpolitika, a nemzetközi kapcsolatok. Férje volt MNB alelnök Karvalics Ferenc. Három gyermekük van. Jó estét kívánok! Jó estét! Szóval minek? Minek jön vissza, ha élhet máshol is, és máshol ezek szerint jobb? Miért megy vissza a belpolitikába, végre kiszabadult belőle? Miért? Azt hiszem, mindig is bizonyos értelemben egy idealista ember voltam. Ez szerintem így volt a rendszerváltáskor is, amikor belevágtam nagyon fiatalon a fideszes politizálásba. Nyilvánvalóan nagy reményekkel. Az azóta eltelt időben is arról szólt az életem, hogy olyan dolgokért dolgoztam, amikor az Európa Tanácsnál voltam, amikor Boszniába mentem, vagy a Kaukázusba, vagy Észak-Afrikába, hogy valamilyen változást próbáljak előidézni, nyilván azok között, a szűkös keretek között, ami egy embernek megadatik, nyilván azoknak az intézményeknek a keretében, akikkel együtt dolgoztam. És 2010 óta olyan világ van Magyarországon, hogy úgy láttam, hogy itthon van nekem dolgom. De ez egy nagyon fura világ abból a szempontból, hogy az egykori sajátjai világa, vagy én nem tudom, hogy ezt mennyire lehet így megfogalmazni. Ugye nagyon fiatal volt, mondja, amikor 88-ban csatlakozott a Fideszhez, de hát szinte az alapításkor csatlakozott, és mindannyian egykorúak voltak. Ők mitől mentek arra az útra, ami ezek szerint nem jó út? Hát én ugye 94-ben kiléptem a Fideszből, az pontosan lehet tudni, hogy miért. Részben Orbán Viktor miatt, hát korábban úgy nézett ki a Fidesz, mondjuk 88-89-90-ben, hogy amikor valami döntést hoztunk, akkor leültünk, megbeszéltük, és megpróbáltunk egy konszenzust kialakítani valamilyen politikai kérdésről. 93-94-ben pedig úgy néztek ki a döntéshozatali pillanatok, hogy Orbán Viktor megmondta, hogy mi lesz. Tehát az egy nagyon autoritár személyiség, amivel ő rendelkezik, és azt gondolom, hogy ez nekem nem tetszett egy idő után, hogy ő vele dolgozott. Közbevághatok egy mondat erejéig? Emlékszik a Szögletes Tojások Klubja című anyagára? Igen, írtam egy pár ilyesmit akkor. Ugye az a pszichológusi tanulmányaihoz csatlakozva született, és volt egy vezetőségi ülés a Fideszben, ahol az egyiket bevittem, és ott, hát ha ez igaz, Hegedűs István szíves közléséből tudjuk, akkor ott Kósa Lajos azt mondta Orbán Viktornak, hogy te sztálinista vagy. Úgy viselkedsz, mint egy sztálinista. Hát ez a mondat akkor ott Orbán Viktort nagyon megütötte. De Kósa Lajos azóta a legfőbb szövetségese. Hát nem egy olyan ember Orbán Viktor, ez igaz egyébként? Aki az, hogy pont sztálinista elhangzott, ezt nem tudom, de nagyon, nagyon markáns, kritikus vélemények hangzottak el azon a bizonyos frakciülésen, ami Sopronban volt, azt hiszem 92-ben. Sok vízhangja volt akkor a Fidesz átalakulásának házon belül, ezek aztán elég hamar megváltoztak. És az a Fidesz, amit Orbán Viktor az elnöksége időszakában elkezdett kialakítani, és amit ma látunk, hogy egész Magyarországot milyen formára alakítja, az azért alapvetően egy tekintélyel. Mutatott egy ilyen háromszöget, ez gondolom egy piramis, aminek az alján a nép, a tetején Orbán Viktor, igen, mint egy király? Igen, mindenképpen. Vagy mint egy vezér? Ő nem egy vezér, azt hiszem, ezt lehet mondani, ő így tekinti magát, és azok, akik ma a Fideszben vannak, azok elfogadják ezt az állapotot. Nekem meg ez nem tetszett. Na de hogy fogadja el, jó, ezt kérdezzem meg persze tőle, az a Kósa Lajos, aki lesztálinozza Orbán Viktort, majd beáll mögé, és a második ember. Hát azt gondolom, a politikai túlélésért sokan sok mindenre hajlandók voltak. Ez a válasz arra is, hogy a régi barátai hogy maradtak ott a Fideszben? Ha egyáltalán vannak olyanok, akik barátok voltak akkoriban, és ott maradtak? Persze, volt sok barátom természetesen, és 94-ben, amikor kiléptem,
akkor bizonyos kapcsolatok megszakadtak nyilván. De nagyon sok megmaradt egyébként, tehát az én mai barátaim azok olyan emberek elsősorban, akik a Fidesznek a korai időszakában egyébként részt vettek, az én generációm, csak nem feltétlenül frontvonalban. Azon tűnődök, hogy milyen fura érzés lehet visszajönni velük szemben politizálni. Mert hát gyakorlatilag ez történik, ugye az együtt alapító tagja, ami hát azt jelenti, hogy a következő választáson pont szemben mennek, mint két vonat egymással. Igen. Mert az 20 év telt el azóta, mióta én velük egy sorba ültem, együtt dolgoztunk. Mikor kiléptem a Fideszből, az egy nehéz időszak volt az életemben. Tehát nyilván a korai Fidesz az nem csak egy kollegiális viszony volt, hanem az érzelmileg egy nagyon, nagyon erős időszak volt az én életemben, azt hiszem mindenkiében egyébként, aki a rendszerváltásban aktívan részt vett. Tehát én azt megszenvedtem azt a leválást a Fideszről, de utána annyira nagyszerű dolgokat tudtam csinálni az életem során az Európa Tanács kereteink közül. Azon kívül 96-ban született az első gyerekem, és utána nem sokára egy második. Ezek egyszerűen kimosták belőlem a Fidesznek azt az időszakát. És ma már úgy emlékszem vissza, mint az életemnek egy fontos része, ami elmúlt, lezárult, és azóta más fontos dolgok voltak előttem. Tehát én azt gondolom, hogy én kellően semlegesen, érzelemmentesen tudok viszonyulni ehhez a mai Fideszhez, amelyik már egy teljesen más párt, és alapvetően azért más emberek vannak már ott. Azok az emberek, akik ott maradtak, mondja, hogy hát azért valami kapcsolat csak maradt néhányukkal. Azok mit szóltak, amikor odaállt Bajnai Gordon mellé? Hát ezt nem tudom, nem sok mindenkivel találkoztam azóta. Varga Mihállyal koszorúztunk együtt október 23-án a harmadik kerületben, ahol ő lesz egyébként az ellenfelem, akkor barátságosan kezet fogtunk egymással. Ennyi? Az nem sok. Na, megkérdeztük Bajnai Gordont, hogy mit gondol arról, hogy kapott egy, hát nem biztos, hogy váratlan támogatót, de egy erős támogatót az ön személyében. Zsuzsával én először, amikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején a rendszerváltozás környékén találkoztam, amikor az akkori legmarkánsabb demokratikus, demokráciáért küzdő szervezetben, a Fideszben volt az egyik legismertebb szereplő. És már akkor is vibrált körülötte a levegő. A Zsuzsa rettentő céltudatos volt már akkor is, ezt azóta is megtartotta. Nagyon elvszerű és nagyon stratégiában gondolkozik. Nálunk is az egyik szerep, amit itt házon belül betölt, ami nem látszik a külvilágban. Hogy ő az, aki mindig fölteszi azt a kérdést, hogy jó, érti, de ez most hogy illeszkedik a stratégiába, mi ennek a stratégiai következmény. Éreztem rajta a lámpalázat az első nyilatkozatoknál, pedig annak idején ugye rengeteget szerepel, de ez elkopik egy idő után. A lámpalázat rengeteget készült, láttam, sokszor az e-mailjeiből láttam, hogy hajnalokig dolgozott, hogy felkészüljön, de hát mostanra önök a megmondható ide, teljesen belejött ebbe a szakmába, ha lehet így hívni ezt a dolgot. Szóval ő nagyon lelkiismeretes, sokat készül, sokat ír, sokat dolgozik azon, hogy kicsit perfekcionista, hogy olyan legyen, amilyennek ő elképzeli. Az hétköznapi Szelényi Zsuzsa az konzisztens azzal, amilyen a nyilvánosság előtt szereplő Szelényi Zsuzsa. Lehet, hogy egy kicsit oldottabb, lehet, hogy néha farmerba jön, de attól még a stílusa, a céltudatossága, a stratégiai gondolkodása az változatlan. Nem lehet úgy viccelődni társaságban, hogy az ember mondjuk a nők rovására tegyen megjegyzést, mert akkor azt ő a hétköznapokban is ugyanúgy rendezi. Elvárja, hogy egyenlőként bánjanak vele. Ilyen harcos feminista? Hát ez egy fontos dolog nekem. Az egész életem arról szólt, hogy olyan közegekben mozogtam, ahol sok férfi volt, olyan világban, ugye a politikában, a közéletben, a nemzetközi területen, ezek elsősorban férfiak által dominált területek, ahol viszonylag kevés a nő, ami közel van a hatalomhoz, és ahol mindig küzdeni kellett, és mai nap is küzdeni kell azért, hogy az ember érvényesítse az akaratát, mert még a fejlett világban is a közvélemény kevesebbre tartja a nőket és a nők képességeit
mint ami az valójában igény. Ebből a küzdelemből fakad? Ugye ez egy állandó téma, hogy legyen több nő a parlamentben, legyen több nő a politikában, de amikor bekerülnek a nők a parlamentbe, a politikába, akkor elkezdenek férfias tulajdonságokat fölvenni, miközben pont azt reméljük, hogy a lágyabb, a nőiesebb gondolkodást, a nőiesebb érzelmet viszik be a politizálásba. Gondolom, akkor ezek szerint igaza van, és meg akarnak felelni ennek a képnek, hogy milyennek kell lenni egy politikusnak. Ugye akkor tud megváltozni a politika, ha sok nő van, van egy ilyen kritikus tömeg, ami nagyjából 30%, nem véletlenül, ahol kvóta van, ott 30% alatt soha nincsen kvóta, hanem csak fölötte. Tehát addig, amíg ilyen nagyon kevés a nő, addig nem nagyon tudnak a nők változást elérni. Csak hogyha már viszonylag sokan vannak. Egyébként pedig nem gondolnám, hogy az érzelmesség az, amit a nők a politikába az érzelem. Bevisznek. Hát, az érzelem, hát a mi politikusaink azok aztán igazán érzelmesek. Hát, tehát micsoda kiabálás van ott a férfiak állandóan. Hát a düh, a harag, az irigység, ezek érzelmek, és ezeket abszolút képviselik a mi politikus férfiak. Nem indulatok ezek, csak csupán? De hát azok mind az érzelmek kategóriájába tartoznak. Tehát lehet, a nők az agendát változtatják meg, a tematikát. Egyszerűen a nők számára sok minden más fontos, mint ami a férfiaknak, és ebből kifolyólag másról van szó, ha több a nő. Valójában még azt lehet tudni a különböző kutatásokból, meg megfigyelésekből, ahol már tényleg több a nő, hogy mondjuk a döntéshozatal az demokratikusabb, az nyitottabb, csapatosabban döntenek az emberek, tehát pont például az a fajta döntéshozatali struktúra, amelyet Orbán Viktor a Fideszen belül és most Magyarországon is megvalósít, hogy lényegében ő mindenről egyedül dönt, aztán az ő követői azt végrehajtják, ezt a fajta dolgot a nők jellemzően másképpen csinálják. De azért, tehát hogy nem feltétlenül az érzelmek azok, amik változnak, hogyha több a nő, hanem más témák futnak, mások válnak fontos kérdés, és egyáltalán van egy nyitottabb csoport, több ember, demokratikusabb a döntéshozatal, ha úgy tetszik. Ha többen vesznek benne részt, az demokratikusabb. Egyébként ettől van az is, hogy ma már tudjuk, hogy azok a cégek, ahol több nő van a vezetésben, de jobban el tudják képzelni, hogy a női kliensek, az ügyfelek azok hogyan reagálnak, jobban végig tudják gondolni, és ezért egyre több cég von be nőket a vezetésbe, mert ővelük együtt jobb döntések születnek. Hát ők tudnak a nők fejével gondolkozni. Nők tudnak nők fejével gondolkozni. A 30%-os női kvótát önök be akarják vezetni, de lát erre bármi esélyt a magyar politikai életben, a közeljövőben, hogy ez működik? Hát most nem lesz nyilvánvalóan, mert arról már tudnánk. Nagyon kevés nő fog most is a politikába bekerülni. Ez egyszerűen elkerülhetetlen lesz Magyarországon is. Az egész európai kultúra ebbe az irányba megy, sőt azok az országok, ahol mondjuk én Afrikában dolgoztam, Észak-Afrikában, ott is már elkezdtek kvótát bevezetni, ott rendkívüli módon hiányoztak a nők a döntéshozatalból. Én sokszor azon olyan munkákat vállaltam, hogy parlamenti képviselőnőkkel dolgoztam azért, hogy akik ott vannak már, azoknak mit kell tudniuk, hogy kell viselkedni, milyen helyzeteket kell előidézni ahhoz, hogy tényleg meg tudják mutatni, hogy ők milyen jók. Ha már az Európai Unió így úgy szóba került, azért abban volt egyfajta megállapodás a rendszerváltástól egészen 2010-ig, hogy nem nagyon kérdéses, hogy nekünk oda kell tartoznunk, és hogy oda tartunk, vagy beléptünk, és akkor de jó, ott vagyunk. És most itt az elmúlt években, ami a szélső jobbé volt a megkérdőjelezése mindennek, meg a szélső balé, az valamilyen szabadságharcos retorikába bekerült a napi közpolitikába. Mit tud mondani az Európai Unió mentségére a magyar nézőknek, választóknak? Miért kell mindennek dacára szabadságharc, ilyen megszólalások, olyan vélemények? Mit tud adni az Európai Unió Magyarországnak? Ott dolgozott abban benne, tehát másképp látja nyilván, mint mi legtöbben. Ja, én eleve ezt a kérdésfeltevést nem tartom helyesnek, hogy mit tud adni az Unió nekünk, hiszen pedig amikor, ez a kérdés naponta. Amikor belépünk az Unióba, onnantól kezdve mi magunk egy cselekvő, aktív formálója vagyunk, hogy milyen az az Unió, és az a dolgunk civilként, politikusként, diplomatáként, hogy ezt az Uniót olyanra formáljuk, ami nekünk is a legjobb. Az Európai Unió az egy globális értelemben is különleges formáció, amit még sehol máshol a világon nem tudtak létrehozni.
amely lehetővé tette, hogy egy olyan földrészen, amit évszázadok, adott esetben évezredek óta a háborúk és a hatalmi dominancia viszonyok határozták meg, az ma már nem így van 50 év óta. Ami mindenek előtt ezt adja nekünk az Európai Unió, hogy nekünk nem kell állandóan háborúba állnunk a szomszédainkkal. És ez például egy olyan érték, amit azt gondolom, hogy soha nem lehet elég nagyra tartani. Az, hogy azok a demokratikus éltérek, azok a kulturális közösség, aminek mi a részét tekintjük, abban mi benne vagyunk, ez megint csak egy nagyon fontos dolog, és hát a 21. században nem lehet attól eltekinteni, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden mindennel már összefügg, egy globalizált világban, ahol olyan folyamatok részesei vagyunk, a pénzmozgások tekintetében, a terrorizmus vonatkozásban, az energiagazdálkodásban, a globális felmelegedés elleni küzdelemben, amelyeket sem egyetlen egy ország, meg egy nagy ország sem tud egyedül megoldani. És egy ilyen nagy szervezet, mint az Unió, az képes arra, hogy a mi érdekeinket azt csatornázza, és egy egyébként hullámzó adott esetben háborgó globális tengeren nekünk ne egy csónakként kelljen menni, hanem egy nagy hajó tudjunk lenni a többi országban. Orbán Viktor úgy tesz, mint a harcolna az Európai Unió ellen, vagy harcol az Európai Unió ellen? Hogy látja ezt? Mind a kettőt azt gondolom, hogy ő használja az Európai Uniót, mint megjelenít vele valamiféle külső ellenséget, amit rendkívül károsnak tekintek, hiszen Magyarország nem egy ellenséges közegben él, hanem nagyon is békés országok között. Őnek ki szüksége van állandó ellenségképzésre, az ő temperamentuma úgy néz ki, hogy ő maga is mindig harcol, és azt akarja, hogy a követői is mindig harcoljanak, és ezért praktikus felmutatni valami ellenséget. Ezzel nagyon kártékony dolognak tartom én. Én úgy gondolom, hogy semmiféle prosperitás, fejlődés, emberi boldogulás, az nincsen semmiféle háborús vagy konfliktusos időszakban. Az egész szakmai életem arról szólt, hogy konfliktus utáni időszakban dolgoztam emberekkel, akár a Balkánon, akár a Kaukázusban. Ezek olyan rettenetes emberi viszonyokat hoznak létre, ezek a háborús meg konfliktusos időszakok, ami hosszú generációkra megnehezíti a normális életet. Lát itthon ilyen hasonlóságokat? Én természetesen azt gondolom, hogy egy háborús logikára épülő politika, amely Orbán Viktoré és ami a Fideszé, az kártékony, nem csak rosszul érzik magukat benne az emberek, hanem valóban lehetetlenné teszi azt, hogy normálisan lehessen élni. Ez az alapvetően a fő oka annak, hogy én most visszatértem a politikába. Kirakott a Facebook oldalára egy nagy vihart kavart fotomontást, a kinek adósodjunk el típusút, hogy az egyiknek jobb, mint a másiknak. Erre meg ugye az az adekvát válasz született, hogy egyiknek sem kellene, sem a Világbanknak, az IMF-nek, sem Putyinnak. De nekünk mindenképpen el kell adósodnunk? Nincs egy kis országnak más útja? De természetesen van más útja, de Magyarország nagyjából 40-50 év óta el van adósodva. A szocializmusban is már nagyon masszív, súlyos adósságokat halmoztunk fel, és ez azóta is nőtt. Nyilván általánosságban, főleg a gazdasági válság után az adósság elleni küzdelem az egy adekvát kormányzati magatartás. Pillanatnyilag szükségünk van külső forrásokra. Ugye mondhatjuk azt, hogy most küzdünk az adósság ellen, annak ellenére Magyarország évről évre folyamatosan újabb és újabb hiteleket vesz föl ahhoz, hogy menedzselni tudja részben az adósságtörlesztés, részben a magyarországi kormányzati költéseket. Tehát az egy hazugság, hogy nincsen adósságunk. Az a kérdés, hogyha az a kérdés merül föl, hogy kinek kell tartoznunk, ha már mindenképpen kell, és ezt nem lehet megkérdőjelezni, akkor én azt gondolom, hogy kiszámítható nemzetközi szervezetek, amelyek világos elvárásrendszer alapján nyilvános tárgyalásokon állapodnak meg a tagországokkal azzal kapcsolatban, hogy mire adnak kölcsönt, nyilván arra adnak, amire kérünk, és azt milyen keretek között, milyen futamidőre, az mindenképpen sokkal szerencsésebb és biztonságosabb mindannyiunk számára, mint hogyha titkos, 10 évre titkosított, átláthatatlan, zavaros viszonyok mellett adósodunk el, ráadásul olyan hosszú időre, ami egyszerűen ma még beláthatatlan. Na, hogy ezzel a szerződéssel mi lesz, az egyebek mellett a választások kérdése is. Van nekünk 6 hírünk.
megteszi, hogy egytől addig számozzuk őket, tehát igazából a számok mögött nem látja, hogy milyen hír van. Választ egyet? Aztán megkérem, hogy kommentelje. Választom. Eddig 74 ezeren jelentkeztek a Fidesz magyar csapat elnevezésű kampánycsapatába. Mostanáig ennyien mondták azt, hogy az április 6-ai parlamenti választásig hátralévő napokban aktívan tenni akarnak a rezsicsökkentés folytatásáért, megvédéséért. Így fogalmazott Nyitai Zsolt, a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, amikor a kormánypártok választási előkészüléséről számolt be az újságíróknak. Az önkéntesek száma február 17-ére, amikor elkezdődik a képviselőjelölteket támogató ajánlások gyűjtése, elérheti a 100 000-et, mondta a politikus, aki szerint eddig főleg nők és fiatalok jelentkeztek a magyar csapatba. Na ezt magyarázza meg nekem. Hazajön 20 év után belpolitizálni azért, mert ez a dolog ez itt úgy gondolja, hogy nem mehet tovább így, és közben 100 000-en jelentkeznek a Fideszbe, hogy önként is dalolva kampányoljanak a Fidesznek. Milyen éles kettősség? Hát a Fidesz olyan politikai kommunikációt folytat, részben ezzel a háborús hangulattal, amiről már korábban is beszéltünk, aminek részben az a célja pont, hogy az embereket egymás ellen fordítsa, és nyilván maga mellé fordítson olyanokat, akik a vezér mögött szeretnek állni. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal több ember van, aki nem egy vezér elvű országban szeretne élni, akik nem a háborús logika szerinti csapat hadsereg felállításban érdekeltek, és ezért én ettől különösebben nem tartok a mi oldalunkon is. Egyébként nagyon sok aktivista vesz részt a kampány előkészítésében. Én az elmúlt hetekben az én kerületemben, ahol indulni fogok, jó pár ilyen megbeszélést folytattam, és azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek nagyon elszántak annak érdekében is, hogy ne ez a vezérelvű politika folytatódjon. Budán indul, az egy nehéz terep, és Varga Mihállyal szemben, aki egy igencsak ismert fideszes. Hát én először is ott lakom, tehát ez az én környékem, a gyerekeim oda járnak iskolában, nagyon sok mindenkit ismerek. A nehéz ellenfelektől pedig nem tartok, mindenki nehéz ellenfél ma, aki a Fideszben van, hiszen ő mögötte egy omnipotens hatalmi gépezet áll rendkívül sok pénzzel és óriási nagy médiaháttérrel, tehát egyetlen egy fideszes ellenjelölt sem könnyű ma, ezért is kellett nekünk az összefogást megcsinálnunk. A férje Nemzeti Bank alelnöke volt, ön meg Európai Uniós, az Európa Tanácsban dolgozó munkatársként, hát politizált voltak éppen eddig is, a gyerekek ebben nőttek fel. De azért azt gondolom megbeszélte velük, hogy most ebbe a darálóba agya belép. Mit szóltak? Nyilván nagyon más az, amikor én külföldön dolgozom, arról kevesebbet tudnak, bár a nagyobb gyerekeim, a tinédzserek, ők nagyon érdekli őket, ez a dolog mindig is érdekelte. Magyarország az ugye ő nekik is sokkal testközelibb. Természetesen szoktunk beszélni arról, hogy mit csinálunk. Egy beszélgetős család vagyunk, a férjemmel is sokat beszélgetünk a világ dolgairól, meg a gyerekeinkkel is, tehát ők viszonylag képben vannak. Azért természetesen én arra törekszem, hogy őnekik saját gyerekéletük legyen, és azzal foglalkozhassanak, ami nekik a legfontosabb. De jó, ha tudják, hogy a szüleik adott esetben a nyilvánosság előtt különböző dolgoknak ki vannak téve, akár pozitív, akár negatív értelemben, ezzel együtt kell nekik élni. Hát a következő időszakra sok pozitív élményt kívánok inkább. Nagyon szépen. Azt gondolom, hogy az országnak is az a jó, hogyha a politikusokat nem bántják, hanem kérdezik inkább. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. És akkor mi mindjárt folytatjuk.